viszonylag korán úgy gondoltam, hogy régész leszek, miután a kertészet és a fotográfia elszállt, mert minden gyereknek van korai elképzelése is. Én már nem emlékszem, hogy hány éves lehettem, 10-11 néhány éves, amikor Párkonyi Nádornak Szíriát oszlopai című könyve került kezembe, és ettől a perctől kezdve halálos biztosan tudtam, hogy én régész szeretnék lenni, mégpedig tulajdonképpen klasszika, archeológus és anatólia. Ez volt a vágyam. Gyűjtöttem művészeti reprodukciókat, kivágtam újságokból képeket, albumot készítettem. Tehát mondjuk azok az alap dolgok, az érdeklődés, a gyűjtés, ez úgy megvolt. Jó dolgom volt, mert édesanyám gyermekkönyvtárt vezetett, tehát pici koromtól kezdve minden könyv a kezembe került. Én voltam az első olvasó, szigorúan meghagyva, hogy makulátlan könyvet kell visszaadni. Tehát az olvasás, az érdeklődés, ez valahonnan innen ered. Tehát ezek szerint Budapesten születtél, és ott is töltötted a gyerekkorodat, fiatalkorodat. Milyen volt a családi élet? A családunk tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Erdélyből származott. Apám családja mindvégig erdélyi volt, székelyek, de édesanyám is ott töltötte gyermekkorát, Kolozsváron, mert nagyapám, Dézsi Lajos, a Kolozsvári Egyetem irodalomtörténész professzora volt. A Szent Margit gimnáziumot mondtad, hogy ott végezted a középiskolai tanulmányokat. Ez egy egyházi iskola volt, és tulajdonképpen felnőtt fejjel jöttem rá, hogy milyen kitűnő iskola volt, különösen az osztályfőnökünk, Zserádin nővér, akinek tulajdonképpen az első végigvitt osztálya voltunk. Fiatal nő volt, ma már tudom, a német-francia szakos nyelvtanár, megtanított bennünket élni. Szociálisan és társadalmilag olyan érzékenységet ütettek belénk, és azért ez még a második világháború előtt, majd alatt. Aztán, hát ugye az iskola az 49-ben megszűnt. Mi 45-ben érettségiztünk, közvetlenül az ostrom után. A háború hogyan érintett? Mit láttál belőle? Tulajdonképpen azért akkor még nagyon éretlen voltam, tehát teljes súlyával nem éreztem. Mi ott laktunk a Feneketlen tónál, mind a mai napig ott lakik a fiam, és ez az a pont volt, amely a legutoljára szabadult föl. Karácsonykor mentünk le a pincébe, és február derekán jöttünk föl. Hát, hogy meg túléltük, az bizonyos mértékig az én erdélyi rokonaimnak köszönhető, ahol a fiúk, én unokabátyáim kutatástak az udvaron, beosztottunk mindent. Szóval egy olyan napirendet csinált anyám és az összes többi nőrokon, hogy tudtuk, hogy mikor van lövésszünet, akkor följöttünk, terített asztalnál lettünk. Aztán lementünk megint a pincébe, ablakaink nem voltak, villany nem volt, ilyen kis pipicseket gyártottak. Kislány voltam. Apám meg járta, mint orvos, a háztömböt és segített, és tulajdonképpen ott volt egy nagyon rövid periódus, az ostrom alatt és utána, amikor úgy gondoltam, hogy orvosnak kell lenni. Mert minden foglalkozás eltűnt, ott mindenki csak szenvedő alany volt, kivéve az apámat, aki orvos volt, és bár szemész volt, de általános orvosi teendőket és lelki vigasztól kezdve mindent ellátott. 50-ben, amikor friss diplomával az elhelyezkedés, a munka jött szóba, akkor már volt-e kapcsolatod Fejér megyével és Székesfehérvárral? Fejér megyével nem volt kapcsolatom, de tulajdonképpen én már egyetemen férhez mentem Ficienőhöz, sőt, megszületett a fiam is. Még egyetemi hallgató voltam akkor, sőt, hát vizsgai időszak volt és szakdolgozatírás. Anyám nélkül ezt nem lehetett volna lebonyolítani. De hát Fehérvárhoz annyi közünk volt, hogy volt egy egyetemi kirándulásunk még
végzés előtt, amikor itt jártunk, mint egyetem. Ennyi volt, és még egy emléképpen volt, hogy Balatonon szoktunk nyaralni, tehát az első állomás Székesfehérvár vasútállomása volt. Ennyi volt Fehérvárral a kapcsolatunk. Fitz Jenőt hívták Fehérvárra, és nevezték ki Rögvest Múzeum igazgatónak. Ő korábban az egyetemen volt gyakornok. Nagy örömmel fogadta el ezt a lehetőséget. Melyek voltak azok a régészeti munkádnak, azok a legnagyobb állomásai? A leges-legelső leletmentésem, tehát olyan ásatás, amikor kirendelik az ember, az frissen végzetten volt, tehát mi 50 októberébe költöztünk le, és 50 decemberébe Alcsút, Vértes Acsa között az erdő, egy hegy tetején erdőt ültettek. Úgyhogy ez volt az első ásatásom, melyet a Nemzeti Múzeum híres régészétől, Patai Páltól kellett átvennem decemberben. Ez csak azért maradt meg bennem annyira, mert ez egy bronzkori vatyai temető volt, és éjjel 2-kor indultam vasúttal, egy ilyen madzag vasúttal, és a hajnalok hajnalán érkeztem meg Alcsútra, ahonnan gyalog kellett bemennem Vértes Acsára, vaksötétben, ez nagyon élénken bennem maradt, de a falu első házába égett a lámpa, és onnantól kezdve már minden egyenesen ment. Mondhatjuk azt, hogy nagyon szerencsés helyre vezényelt a sors benneteket. Régészetileg Fejér megye, Dunántúlnak ez a része, de tágabb értelemben természetesen, és hát a Kárpát-medence önmagában egy olyan népek végállomása, ami az itt élőnek nem mindig előnyös, de a régésznek föltétlenül. A munkád során volt-e olyan, amelyet úgy érzel, hogy szinte a véletlen hozta eléd, és hogy nagyon jó, hogy adódott? Ez a Fehérvár csurgói koravaskori temető. Ez is régóta ismert lelőhely volt, sőt, hát annak idején többször ki is mentünk, megnéztük. 83-ban valaki, nem úgy megpiszkálta, hanem az egyik halmot megpróbálta robbantással megközelíteni. Ez hát mondjuk egy olyan rabló ásatásnak indult, amikor is egy turista jelezte a múzeumnak, ebben a pillanatban ez tényleg veszélyeztetett mentőásatásként indult. Hát nem is tudom, hogy az akkori klímának, a szerencsés véletlennek köszönhetően ez a sír érintetlenül megvárt minket. Ez egy olyan egyedi dolog, és olyan gazdag sír, ez egy nyilván egy ilyen vezető családi temetkezés, ami 9 sírból áll. Ez egészen 87-ig tartó ásatás volt, és ennek a feldolgozását végzem most, és én bízom benne, hogy ezt mindenképpen tető alá kell hozni, mert ez annyira fontos, érdekes és jelentős lelet. Mint múzeum igazgató helyettes az elmúlt években mit tartasz a legjelentősebb lépéseknek? Hát ugye a múzeum szervezet az úgy fejlődött, hogy amikor megyei múzeumon lettünk, akkor sorra alakultak, vagy felújultak, mint például a Vörösmarty Múzeum Kápolnásnéken, amely megvolt az 50-es évektől, vagy újak jöttek létre. Ilyen volt Cecén a Csók István Múzeum, amely a 60-as évek elején, vagy ilyen volt Martonvásár, amely 58-59-60, amikor kifejezetten idegenforgalmi céllal születtek ezek a múzeumok. Csak úgy van értelme ennek, hogyha az ember amit csinál, azt átadja a többieknek, mert önmagában, hát akkor néhány ember szórakozik vele. Így viszont, és én állítom, hogy az emberekben megvan az igény és az érdeklődés, olyan lehetőség rejlik, mind a szabadtéri, mind a gyűjteményi múzeumi területen, amit most kezdenek tényleg kihasználni. Beérnek ezek a törekvések, hiszen
rekordot döntött az idei florália. Most állítjuk össze a végső statisztikát, tehát az első nap legalább 3500-an voltak, hiszen maga a színház tér az 1200 fős, és annál sokkal többen ültek még körülötte, és az ugyanakkor zajló kézműves virágvásár, mézvásár, gyerekjáték területe sem ürült ki. Hát rengeteget beszéltünk itt a munkáról, a régészeti ásatásokról, múzeumi feladatokról. És hogy fér meg emellett a családi élet és két gyereknek a felnevelése? Tulajdonképpen őket kéne megkérdezni, hogy milyen gyerekkoruk volt. Én remélem, hogy azért jó emlékképeik vannak, annak ellenére, hogy ugye minden hétvége, szinte minden hétvége, mondjuk ez túlzás, azok hétvégig többsége kiáltásnyitással vagy rendezéssel ezzel-azzal zajlott. Meg is fertőződött a fiad. Hát igen, a fiam megfertőződött, mert ő művészettörténészként a fővárosi képtár igazgatója. A lányom az érettségi után fotó szakot végzett, és fotósként dolgozott mindaddig, amíg gyermekei ettől el nem vonták, mert hiszen három lánya van, és nekem három unokám egyben. A legnagyobbik most a Kodolányi német szakos, a középső most kezdte a újjászületett Pázmány Péteren a jogi kart, a kicsi pedig második általános iskolás. Hát, nagy éltünk. Akinek ennyire gazdag a munkája, már úgy értem, hogy ennyi felfedezést, lehetőséget, örömet ad, az mit csinál a szabad idejében? Fogas kérdés, nincs szabad időm. Mert amikor nem a saját dolgaimat csinálom, akkor először is próbálom a házamat a víz felszínén tartani, mert csak arra futja. Ehhez olyan megszállott férj kell, mint az enyém, aki szintén ül a kompjúternél, dolgozik, vagy hetenként egyszer megy előadást tartani, vagy a régészeti társulat ügyet csinálja, amelynek elnöke. A másrészt futok a lányomhoz, aki Fehérváron él, és a nagymamának az idevágó feladatait, tehát hol németezünk, hol rajzolunk a kicsivel. Szóval azért adódik a nagymamai feladat is. 85-ben, jól emlékszem? Igen, igen. Nyugdíjba mentettek. Igen. Honnan ez az energia, ez a frissesség, ez ami áthatja a mondataidat, a feladatokra való utalást? Biztos, hogy genetikai adottság is, mert hát a szüleim is, amíg mozogni tudtak, addig valamivel foglalkoztak. A másik pedig az, hogy ha az embert valami érdekli, akkor az eleve nem tartja. Hát érdekel. Azt hiszem, ez a titka. Mindenki tud keresni magának valami olyat, amit szeret csinálni. Ez a lényeg. Amit szeret csinálni, és ami érdekli. Hát csinálja. Nem?